A videóhoz felhasznált kártyákat az ITC Shop biztosította. www.itcshop.hu Link a leírásban. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Trading on a mai videóban pedig ápperdekkes, szériás csomaggal fogunk tovább menni, hiszen ez egy ilyen úgymond új megjelenés, elég komoly boxokat, sima csomagokat, és ilyen jumbo, úgymond ilyen vastagabb csomagokat is árusítanak. ITC soknál meg tudjátok venni. Úgyhogy az Aperdek rendesen belehúzott a hokiba. 2020-21, tehát a legújabb széria. És tele van rookie kárcokkal, tehát ezekkel a Young Guns nevezetű lapokkal. Tele van inzertekkel, paralel, mindenféle csillogós számozott lapok. Úgyhogy ahhoz képest még nem is drága mert 2990 árulják, 26 kártya lesz ebbe a pakba, és 115 forintos ö, darabára számolhatunk kártyánként, és itt vannak az esélyek, akár jön egy jó Young Guns játékos, vagy egy számozott, és már vissza is hozta az árat, reméljük, hogy tényleg minden rendben lesz, és nyitunk jókat, NHL licensz, tehát ezek mind megvannak. Ez a Series van, tehát ilyen nagyon különleges neve nincsen, mint a többi paknak, hogy MVP, meg OPC, ezek tök jó bejáratott szériák. Tehát ilyesmi nincsen. Ez most így a series van, ebből lehet következtetni, hogy valószínűleg lesz folytatás. Az elején jól néz ki, kis fagyott dizájn. illetve itt pedig játékos hátul ugye az értékek, hogy mekkora esélyek vannak. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük is, óvatosan kibontom, ollót nem hoztam természetesen, Úgyhogy ilyen ősemberes formulával bontjuk, de persze vigyázva a lapokra. Na, itt valami fehér van a hátulján. Ez egészen érdekesnek tűnik, de menjünk sorba. Hoztam jó kis kártyavédőket, ez most egy ultra prós ide is rakom, hogyha nyitunk valami jót, illetve hát a tendek is be vannak készítve. Phil Kessel, tehát itt megnézhetjük a dizájnt, Elég komoly, jó néz ki, itt végig krómozott az oldala. Ugye a név, csapatszín, kis logó, és az áperdek is krómozó van. Nagyon szépen néz ki. Hátulján, hát ez egy már bejáratott játékos, 2006 óta nyomja. Aztán most kezdte, 14 széria. Hopp, és ott is van egy kis króm. Azt figyeljék, áperdek, nagyon szép, ahogy megcsillam, Minőségi, jól néznek ki ezek a lapok el lehet mondani róla. Na, majd utána egy Tomás Hertel, ez is tök jó, ugye itt is a csapatlogó, tényleg jól meg van csinálva, majd utána Ryan Ellis, komoly ez a szaká, durva, majd utána egy Rask kapus, ú, de jól néz ki, Jeff Carter, hogy hideg levegőt fújja ki, Jézusom már, mint hogy a hidegbe fújja ki a meleg levegőt, az csapódik le pára formájában, elképesztően szép, nagyon jól meg van csinálva. Ezek az egész alakosak is zseniálisak, hogy tényleg a korcsa alja se játékos tete is játszik, nincsen levágva semmi, talán az ütőjéből egy pici, de az se vész. Majd utána van itt nekünk egy ilyen narancsárga mezben játszó Shin Katrier, remélem jól ejtettem, igazából ott a foga az érdekes fogvédő az, vagy kihullott. Nagyon furcsán néz ki. Pont most néztem az Újpest Fradi NB1-es magyar hoki meccset, ott is voltak kemény megmozdulások, szegény bírót is kiütötték. John Carlson, úgyhogy most hoki vagyok egy picit én is, tökre örök ennek a paknak, hogy így lehet ennyi mindent kapni az ITC-be. Alex Kilorn, Próbálom kipakolgatni őket. Mike, Rayleigh. Opa, France, Ranger. De jó. Mika. Ezeknek tényleg hiányzik a foguk. Jézusom. Radulov. Majd utána egy Lizott. Opa, ez pedig egy különleges típusú. Ez már nem csillog. Szép mattos. UD Canvas. Capitals Vrana. De szép. Nagyon különleges, hogy, hogy ennyire mattos, és a fogása is azért úgy, úgy más egy picit, mint a többi sima bézlapnak. Nagyon király. Úgyhogy ő akár, hát nem is tudom, ezt Endre simán kiférhet. Akár így, így berakjuk, ez így jó lesz. Nézzük a többit. Mik vannak itt nekünk? Johansson majd utána egy Strome, egy Fox, Eden Fox, Seguin, majd utána egy Point, milyen szép kék mezük van, teli kék, majd utána egy Csék, Gencel, itt pedig egy Barkov, azért ez se semmi, azt figyeljétek, elfektetett Flyers, nagyon szép. Koneci. Nagyon jól néznek ki ezek a kártyák. Úgyhogy ő is szerintem simán megérdemli a standet. Csinálunk neki egy pici helyet itt. Ezeket nagyon szépen kipakoltam, de semmi nem fér el tőlük. Úgyhogy kicsit összerakjuk így, hogy legyen hely a szuperjátékosoknak. Nézzük tovább, mi van még itt, Neil, James Neil, majd utána Jonathan, Drouin, új, itt elég kanyarodás van éppen a palánk mellett, itt mintha egy lövőmozdulat lenne, Tony, ez pedig egy Young Rock, és a végére egy ilyen lopásgátlós, amit végigfogdostam, elég fura, de védem szempontjából jó, mert hátulra bontottam a pakot, így meg nem tudom szétszakítani. Úgyhogy ebből a tekintetből elég jó meg van csinálva, úgyhogy ami igazán különleges, úgyhogy ezeket be is rakom gyorsan egy ilyen átlátszóba, azt hiszem kettőt kell kivennem. Annyi volt, ami úgy ténylegesen eltért az alaplapoktól. Ez a fektetett dizájnú. Na, sikerül találnom Úgy. Illetve ez a matos nagyon szépek. Úgyhogy én a bézlapokkal is teljesen meg elégedve, tök jól néznek ki, úgyhogy majd a legközelebbi videóban szépen haladunk tovább, bontogatunk még, hiszen ahogy mondtam, vannak még itt pakkok, amiket lehet nyitogatni. Ha tetszett a széria, nézzetek rá az IT széria, ott mindent megtaláltok, illetve iratkozzatok fel, leírás ott van, hasznos infokkal. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!